Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök nekit, én Patrick vagyok, ebben a mai videóban a Dead by Daylight 2.8-as játék módjáról. szeretnék beszélni nektek, hogy mi várható, és milyen változtatások lesznek valószínűleg. Illetve ja, ki fogok térni arra is, hogy szerintem mire kell majd odafigyelni ennek a játékpódnak a megalkotása korper per kor. Ugyanis jelenleg hamarosan kitérek arra egyébként, hogy pontosan mit tudunk biztos, tehát hogy a fejlesztők mit közöltek, illetve hogy szerintem valószínűleg mi fog bekerülni a játékba, vagy hogyan kéne, hogy bekerüljön a játékba. Szóval nem is húznám tovább a szót, kezdjük azzal, hogy a fejlesztők pontosan mit is jelentettek be hivatalosan. Tehát akkor röviden, tömören, amiben erről a posztról szó van, hogy itt hivatalosan ugye bejelentették azt, hogy ez a játékmód érkezik. Ez azt jelenti, hogy kettő killer, azaz gyilkos fog megküzdeni, 8 survivor, azaz túlélő játékossal egy nagyobb pályán. Tehát itt már megtudtuk azt, hogy a pályák bizony nagyobbak lesznek, ez viszont egy nagyon fontos hír, hiszen ennyi játékosra, ennyi killerrel, ez szinte alapvető követelmény. Itt kitérnek arra is, hogy változtattak alapvető mechanikákon, mint killer, illetve mind túlélő ö, részlegen, úgyhogy új stratégiákat is tudunk majd alkalmazni a játék során. Bármivel ez egy vadonatúl játékmód, több játékossal, több gyilkossal, ez alapvetőleg szinte egyértelmű. Ami viszont nagyon meglepő ebben a posztban, és először nem is értettem, hogy miről van szó, és most sem egészen értem, az nem más, mint hogy kiveszik a perkeket ebben a játékmódban, helyette egy class system lesz, ami abból áll, hogy amilyen karaktert kiválasztasz, annak már lesznek egyébként ilyen special ö, tulajdonságai. Most az, hogy ők kapnak-e konkrét perkeket ezek a karakterek, vagy szimplán nekik ilyen különleges tulajdonságaik lesznek, hogyha azt a karaktert hozod, ezt pontosan nem tudom, itt erre nem igazán tértek ki, itt annyit írtak le, hogy nem lesznek perkek helyette, fixen ki kell választanod egy karaktert, ami az adott pályára szerinted jó, ez vonatkozik egyébként szerintem killerre is, sőt killer is, már most olvasom. Úgyhogy soksz, fontos szerepet fog játszani ez, hogy te milyen gyilkost, illetve milyen túlélőt választasz, hiszen ez igencsak befolyásolja a játékmenetedet. Nos, akkor térjünk is át a killerekre. Nos, én kerestem egyébként posztokat erről, próbáltam utána járni ennek az egész frissítésnek, Mondnak viszont csak azt az egy posztot találtam, ami hivatalos, amit itt láthatatok a videó elején. Persze Reddit-en beszélgettek erről, csináltak róla videókat, viszont szerintem fontos beszélni a killerekről, ugyanis egy 2 v 8 játékmódról beszélünk. A kérdésem az, hogy lehet-e vajon ugyanolyan kilereket hozni. Tehát tegyük fel, mi van akkor például, hogyha valaki kettő darab Huntress-t hoz. Mert én láttam olyan streameket és olyan videókat YouTube-on, ahol tesztelik ezt a játékmódot, és ott bizony tudták ugyanazt a killert hozni, mind a ketten a gyilkosok, ami szerintem nem feltétlenül a legjobb ötlet, és reménykedek benne, hogy mire ez a játékmód megjelenik, ez már nem lesz bent ebben a ebben a játékmódban, hiszen szerintem ebből nagyon-nagyon OP -nagyon dolgokat ki lehet hozni. Vegyük példának, hogyha mondjuk hozzá, aki kettő darab tám, nem is nem tudom kimondani, pontosan tudjátok, amikor a Michael Myers mindenkit kigyír. Úgyhogy igen, ez kellemetlen lenne, hogy ilyen halálos perkekkel hozzának például Michael Myers-eket. De mondjuk kettő darab Huntress sem éppen a legjobb, legjobb dolog, hiszen láttam erről is videókat Youtube-on, szóval szerintem az, hogy kettő darab ugyanolyan killen lehet a meccsben, ez szerintem egy nagyon rossz döntés, és remélem, hogy ez, ez nem lesz így benne. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy mennyire lesz ez egyébként lekorlátozva, hiszen olyanokat is olvasgattam reddit hogy elvileg ezeket lekorlátozták öt darab gyilkosra, ami egyébként nem hivatalos, tehát kijelentem még egyszer, ez nem egy hivatalos dolog. Ezt reddit olvastam, hivatalos posztot erről nem láttam sehol, vagy bejelentést. Úgyhogy egyelőre ezt kezeljétek úgy, hogy jelenleg ez úgy néz ki, hogy a mostani felállás szerint lehet kettő ugyanolyan killert hozni egy adott meccsben, illetve nincsenek lekorlátozza a killerek, tehát bármelyik killert hozhatod. És akkor térjünk is át a következő nagyon fontos témára, az exit gate és a hatchek. Nos, ugye, amiket néztem videókat, és amiket így után olvastam ennek a játékmódnak, nagyon úgy néz ki, hogy a meccs során összesen egy darab hatchet lehet megtalálni, illetőlegesen kettő darab kapu lesz ez viszont nagyon sok problémát hoz magával. Hát tegyük fel például, hogyha mondjuk a killer megtalálja a hatchet, és bezárja, az egyik killer elmegy az egyik kapuhoz, a másik killer elmegy a másik kapuhoz, és gyakorlatilag lekempelik mind a két kaput. Így az a játékos, aki nem tudott kimenni a hetsen, nem tud kijutni. Illetve ez is kérdéses, hogy a hatch az mikor jelenik meg. Tehát egyelőre ez úgy nézett ki, hogyha négy játékosból három meghal, megjelenik a hatch. Tehát akkor ez most azt fogja jelenteni, hogyha 8 játékosról meghal 6 játékos, akkor kigyílik a hatch, és ez a kettő játékos ki tud menni, vagy itt is Pixen egyetlen egy játékosnak kell maradni, hogy kinyíljon a hatch. Ezt se tudjuk, érdekes, szerintem egyébként az lenne a jó megoldás, hogyha egyel több kapu lenne, vagy pedig egyel több hatch. Így ugye, mivel kettő killer van, az az egy játékos, aki életben maradt, hátrányban van a keresés terén. Viszontja, viszont, ha, kettő játékos már kinyílik el, csak ki maradt, akkor igazából egyenlítve van, már kettő killer kereső hest és kettő játékos. Viszont, hogyha bezárják a hest és nem tud kijutni a játékos, a kettő kaput igencsak le tudja kempelni ez a kettő killer, és a kettő játékos ott már bizony nem tud kijutni. Ezért lenne célszerű, hogyha mondjuk egy darab hecs lenne, és kettő játékos keresés, kettő killer, viszont három kapu. Így valamelyik killernek folyamatosan mozogni kell a kapuk körül, még akkor is, hogyha az egyik killer kempel. Hogy ez pontosan, hogy lesz megvalósítva, ezt nem tudom, de remélem, és bízom benne, hogy valahogy ezt így fogják megoldani. Ami még nagyon fontos, és biztos erre sokan kíváncsiak vagytok, hogy pontosan mikor fog megjelenni ez a játékmód. De most pontos dátumot nem tudok mondani nektek, azt viszont biztos ki hogy jelenteni, hiszen ez hivatalosan is meg van erősítve. A videó elején beváltott, bevágtam nektek a posztot, nem tudom, hogy látszik-e, de minden esetre a posztban ki volt írva, hogy 2024 nyarán, azaz most fog valamikor megjelenni, az, hogy nyár elején, nyár közepén, nyár végén, ezt pontosan nem tudom, de az biztos, hogy nyáron, ha csak nem jelentenek be késést, úgyhogy igazság szerint hamarosan ki tudjuk próbálni ezt a játékmodot. Nyugodtan írjátok le a komment szekcióba, hogy mi a véleményetek, vagy hogyha esetleg tudtok valamilyen információt, azt a komment szekcióban nyugodtan írjátok le, vagy javítsatok ki. Dobjatok egy lájkot, ha tetszett ez a videó. Iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, ha még nem tettétek meg. Találkozunk a következő videóban, addig is sziasztok!